Az öt ladányi illetőségű futballistával pályára lépő sárgamezes nagyrábi ellen a 13. percben szerezték meg a vezetést a mieink. Egy lecsorgó labdára Ferenci Lajos csapott le, s mielőtt beérték volna, a kimozduló kapus mellett a kapu jobb oldalába helyezte a labdát. A 21. percben az előre húzódó pálmai fejesét vetődve védte a rábéi portás. Két perccel később egy távoli, pattogós lövést Tóth Sándor csak üggyel bajjal másodjára tudta megkaparintani. A 36. percben újfent a vendégek előtt adódott gólszerzési lehetőség, szerencsére Tóth mellett a kaput is átemelte a rábéi játékos. A 40. percben megint csak a mieink kapuja került veszélybe, ám most is célt tévesztett a sárgamezesek próbálkozása. A szünet jót tett csapatunknak, sikerült rendezni a sorokat, amit az 50. percben egy újabb ladányi gól jelzett. Szerzője ismét Ferenci Lajos volt, akinek ez volt a 11. találata a bajnokságban. 3 perc sem telt el, s jöhetett volna a 3., ha Szalóczi Zoli nem flegmázza el az ittszerét. Az 55. percben kis hián szépítettek a vendégek, Tóth bravúrjára volt szükség, hogy ne kerüljön a labda a kapunkba. A 61. percben Szalóczi fejese tévesztett célt, ez is nagy helyzet volt. A 76. percben a mélységből előretörő Fülöp is feliratkozhatott volna a góllövők közé, ám sokat várt, s a kifutó kapus hárított. Az ellentámadásból ismét helyzetet tudott kialakítani a rábéi csapat, de ezen a napon bajban voltak a támadói a célzással. A helyzetek alapján itt is, ott is érett egy újabb gól, amit végül a 80. percben a mieink szereztek meg. Magyarós Jani mindenkit kicselezve vágta a labdát a hálóba. A 4. gólunk 3 perccel később jött. Az előkészítő ezúttal Magyarós Jani, a befejező pedig Szalóczi Zoli volt. A meccs utolsó találatának is a mieink körülhettek. A 87. percben Magyarós Jani került ismét zicserbe, s ezúttal is magabiztosan értékesítette azt, kialakítva az 5-0-ás végeredményt. Ezzel csapatunk továbbra is vezeti a megye 2 tabelláját, s a következő fordulóban a 12. helyezett Pocsaj vendégségébe utazik.